A lusta emberek. Ugye, hogy magatokra ismertek? Nem, Csongi, én nem vagyok lusta. Ha! Elcsíptelek, ugyanis a lusta emberek első és legnagyobb megkülönböztető jele, hogy soha nem vallják be magukról, hogy lusták. De ez amúgy igaz bárkire, tehát aki hazudik, az sosem vallja be, hogy hazudik, ezért hazudik, ugye? Wow! Bevallom, én is lusta vagyok, például most nem borotválkoztam meg, nem minden videó előtt borotválkozok, csak ugye pont ma kellett volna úgy nagyjából, és hát lusta voltam. Vagy beszéljük mondjuk arról, hogy ez nem egy horgony és nem is egy csákány, hanem a székemnek a karfája, ugyanis ez is eltör. De tényleg, Csongi, mi a fenét tudsz csinálni, hogy minden eltörik? Nála. A szemüvegem már egész jól van, de valami mindig eltörik ebben a lakásban. Úgyhogy várom, hogy a Mikulás meghozza az új székemet, ezért is raktam ilyen karácsonyi világítást, nem tudom, tetszik-e. Na de, ha jó lányok és játszok! Barni, vár. Volt nekünk egy versenyünk, ahol próbáltunk minél hamarabb beköszönni. És ha jól emlékszem, akkor úgymond Barni nyert egy ilyennel. Köszönjük szépen, hát ebből sokat értettünk. Bár mondjuk nem ez volt a lényeget, de azt hittétek, hogy Csongi feladta a nagy lótúrót. Kitaláltam azt a módszert, ahogy sokkal gyorsabban be tudok köszönni, mint ő. Tehát, hogyha minden igaz, akkor ő 0,01 másodperc alatt mondta azt, amivel be szokott köszönni a videókban. De ez még mindig nem elég. Én ennél is gyorsabban tudok, és nem úgy, hogy... Ha a versenyt így nézzük, akkor technikailag végtelen, mert annyi nullást lehet rakni, amennyit akarsz. Van itt nekem egy tükröm, ugye ki tudom sütni a szemeteket. Egyébként ez is el van törve, ha már itt tartunk, hogyha pontosan 8 óra, 12 perc és 10 másodperc van, úgyhogy innen látjátok az időt. Tükröm, mondd meg nékem, hogy állíthatnám meg az órát ezen a vidéken. Hoppá! Megállt az idő. Ha jól rányok és látok, egy Csongi vagyok, és elérkeztünk a legújabb videóba. És ha jól tudom a trükköt, akkor már csak annyit kell tenyek, hogy levetközök, és el fogok tűnni innen, aztán visszakerülök a rendes időzónába, és minden folytatódik tovább, úgyhogy... Szóval, ahogy láttatok, egy másodperc sem telt el, úgyhogy Barni, sajnos valami újabbat kell kitalálj, közel sem olyan gyors, mint a nulla másodperc. Kezdjük is a videót a lusta emberekkel. Képzétek el azt, amikor eljöttök egy randi csajra. Nem. Szóval a csajokat randizni. Megismerkedtek, kajáltok, kávéztok éppen amit szeretnétek, és egész jól alakul. Egy hét után már így dobog a szíved, pillangók jönnek ki belőled, és azt érzed, hogy megtaláltad életed szerelmét. Vagy amikor először felhívod a lakásba, és igent mond, ami már alapból egy ritka dolog, elmondod a ház szabályát, hogy a cipőt lefelé, de most. És amikor leveszi a cipőt, egy ilyen látvány fogad titeket. Ne várj, Jézusom! Én tudom, hogy vannak lusta emberek, de ez a csaj, ez tényleg csak azt a két lábujját festette ki, amelyik kilátszik a cipőből. Ennyi erővel az is lehet, hogy én itt konkrétan alsógatja meg minden nélkül vagyok, mert úgyis csak a pólmat látjátok, nem? Nem is értem, hogy miért nem szeretik a lányokat el, mert nem sok lánytól hallottam, hogy a kedvenc éjszakom a tél. Gondoljatok bele, télen, cipő, kesztyű, úgyhogy igazából egyik ujjatokat meg lábujatokat sem kell kifesteni, mert nem látszik. De most már, ha itt tartunk, amúgy sem muszáj kifesteni, amit nem mindenki csinál, úgyis szépek vagytok, ahogy vagytok. Aj, Csongi, de édes vagy. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ti valami hasonlót csináltatok-e már, hogy lusta voltatok. Tényleg bármi lehet az, nagyon szeretem, hogy vicces sztorikat írjatok, és hogy mi az, amiben megspóroltátok az időt. De ha már a randinál és a lányoknál tartunk, nyilván nem csak a lányokra igaz, fiúknál is van érdekesség, és mindjárt el is mondom. Megvannak azok a tipikus Instagram, Snapchat vagy Facebook képek, sztorik, amikor itt bár a tükör elé egy szál semmiben, szó szerint, és kiírja, hogy aj, lusta vagyok felöltözni, alig keltem fel. Persze, lusta vagy felöltözni, inkább csak mutogatni akarod magad. És várjunk csak, miért mondanátok, hogy de nem csak a lányok. Nyilván a fiúk is szeretik a dobókockájukat mutatni a hasukon. Csak az a baj, legtöbb esetben nem hatos, hanem egyes, egy nagy kocka. Én próbálom felvenni az új trendet, meg minden, de sosem értettem, hogy miért rakod ki azokat a testrészeidet, amit tényleg csak arra tartozik, aki éppen az akkori párod, vagy akivel alakul, vagy miért? Úgyhogy visszatérve erre a lusta vagyok felöltözni képre, megvan a második változata is, ha úgymond mémnek. Mások vs. én. Tényleg úgy vagy felöltözve, hogy hol van egy póló, oké, megvan a póló, megvan a nadrág, menjünk a boltba vásárolni. Ha már beszéltünk a székekről, hogy a Csongi, hát hogy is fogalmazzak, eltörött. Képzeljétek el azt az embert, aki megrendeli a széket a lakásában, mert mondjuk most költözött el, és a széket ugye nem összerakva hoznak ki, mert hát nem férne be sehova, hanem egy szép kis dobozba elcsomagolják, aztán te majd összecsavarozhatod. Fél órás munka sem. Ha olyan béna vagy, mint én, akkor lehet, hogy egy óra, de egyébként fél óra megvan. Nem tudom, hogy csávónak mi baja van a szereléssel, vagy épp az apját várja, hogy megcsinálja, de inkább ráült a székre, és ott gépezik, vagy tanul, vagy nem tudom, mit csinál, mint hogy gyorsan szétszedje és helyet foglaljon a kényelmes ülésén. Vesz egy széket és ül a dobozon. Jól van, nekem meg egy normális székem sincs. Legalább add már ide, tesó. Elkezdődött az iskola, és bár nem mostanában, de hamarosan az időt vissza kell állítani. Igen, ez egy pandás óra is, ami még jobb benne, hogy nem is jár.
Tehát ezt igazából vissza se kell állítani. Ezért van az, hogy mindenhonnan elkések, mert sosem tudom, hogy hányra kell menni, mert nálam mindig 4:11. Nagyon cuki vagy, csak kéne egy elem bele. Amit vettem, csak lusta vagyok belerakni, és most belefogom. Mi van, csoki? Mit raksz bele? Mondom, én jó vettem. Majdnem egy hónapja megvan ez az óra, de egyszerűen lusta voltam vele. Ettől a perctől végre az óra is jár, mert most az egyszer nem voltam lusta, mert ez nagyon gáz. Szóval a következő képen egyébként nem is annyira lusták az emberek mindén, mert az anyagok visszaállították egy órával az időt, és ahelyett, hogy visszatekerték volna, nem. A diákok felírták egy papírra, hogy mínusz egy óra, és oda ragasztották. Igen. Valószínűleg egyébként sokkal kevesebb időbe telik levenni a falról, egyet tekerni rajta, majd visszarakni, mint kitépni egy lapot, ráírni, hogy egy óra. Ragasztót előszedni, levágni a ragasztót, ráragasztani a papírra, ráragasztani a falra. Igen. Ezek után mondjuk nem fogom csodálni, azt írjátok a komment szekcióba, hogy te beszélsz, Csógi, hát te még az elemet se raktad be, olyan lusta vagy. Nem, nem vagyok lusta. Ja, várj, nem azt mondtam, hogy pont az a lusta, aki nem vallja be. Következő! Nézzétek meg a csávó fejét, ez a... Ó, Istenem, valószínűleg egyébként ezt a képet direkt csinálták, tehát itt nem arról van szó, hogy a csávó lusta, hanem most komolyan, ki nem próbálta már meg összedugdosgatni a szívószálakat, úristen ez a mondat. Ne értsétek félre. Jó, mondjuk ezek elég felnőtt emberek, de ha ez tényleg működik, és általában működik, csak annyi, hogy nagyon szorosan össze kell nyomni őket, és vigyázni kell, hogy ne legyen sehol ilyen lyuk. Többet a csávó a kezét se kell mozdítsa, és nézheti a filmet. És egyébként én ezt ötvözném egy másik képpel, ahol valaki lusta volt elhozni egy tányért. Úgyhogy a pattogatott kukoricát, vagy mi is legyen az, felvette fordítva a felsőjét, és belerakta a kapusznyába. Vagy csukjájába, vagy nem tudom ki, hogy mondja. Na ez a kettő a tökéletes ötvözet, de tényleg. Iratkozzatok fel, hogyha ti is dugtatok már össze szívószálat. Nem egyébként tényleg csak akkor, hogyha tetszik a videó, és szeretnétek még hasonlókat, akár lusta emberekről, bármi más ilyen vicces témáról. Na de menjünk a következőre. Na jó, ezzel megint tudok azonosulni, és mindjárt megmutatom nektek, váltok. Szóval nem tudom, hol a logika, de ezen a vécépapír tartom, ami tele van hajketével, majd ott vannak a vécépapírok, amiket használunk. Azt ki kell dobni, Csongi, szép volt. Nem tudom, hogy ezzel csak én vagyok egyedül úgy, de tényleg nagyon-nagyon lusta vagyok, és egy-egy ilyen tartó kényelmetlen is, de egyszerűen soha nem szoktam használni ezt a WC papír tartót. Inkább kiveszek egy újat, aztán ott a kezembe gyorsan megcsinálom a dolgom, aztán lerakom valahova, ahol ér ide. Az volt a kedvencem, hogy az egyik barátomnál, akinél voltam még, nem tudom, egy 4-5 éve, a WC papír tartó az a kagyló mellett volt. Tehát, hogy értsétek, itt volt a kagyló, itt a WC, és a WC papír tartó ott. Úgyhogy nem tudom, az volt a lényege, hogy szarosan felállj a WC-ről, aztán elmenj megmosni a kezedet, és csak utána töröld ki a feneked. Vagy tényleg nem értem, mi volt a lényege, de azon egy picit kiakadtam. Nos, ez az, ami szerintem nem azért vicces, mert hogy valaki a szemetet inkább úgy viszi ki, hogy autóval, mert hogy lusta elgyalogolni, gondolom, nem tudom hova. Amikor az emberek megszerzik a jogosítványt, akkor a 90, de lehet, hogy még több százaléka is mindenhova autóval megy. De én is így voltam vele legalább egy fél évig. És fiam, nem ész a sarkiból, veszel a kenyeret? Persze, anya, hol a kocsikulcs? Minek kocsikulcs? Hát 100-150 méter. Hol a kocsikulcs? Kisfiam, előveszel a hűtőből nekem egy tejet? Persze, hol a kocsikulcs? És tényleg mindenhova autóval, és ami a legviccesebb, hogy tegyük fel, itt van A pont, ott van B pont, na amikor megvan a jogsid, akkor nem így mész A-ból B-be, hanem így össze-vissza szépen és utána. Először Pesten láttam miért, mert nálunk nem nagyon van amúgy sem mozgó lépcső, csak az ilyen nagyobb plázákban. Nagyobb pláza sincs, csak egy, na mindegy, mert otthon Szentgyörgyön. A metró lejáróknál, meg bizonyos plázáknál is, ami mondjuk emeleten van, van a sima lépcső, és akkor mellettek egy-egy mozgó lépcső, az egyik ugye fel a másikra. Na most kérdem én. Tudom, hogyha nem megy a mozgó lépcső, akkor valami fel kell menni. De jó, mostan merül fel a kérdés, hogy minek megnyitni a sima lépcsőt, hogyha mindenki a mozgó lépcsőn közlekedik. Sőt, olyan is van, hogy megáll a mozgó lépcső, és inkább ott mennek fel, mert kevesebb lépcsőfokból áll, mint a rendes lépcső. Ha nagyon sok ember lenne, akkor persze kellene, mert a mozgó lépcső nem elég széles, de jogosan merül fel a kérdés amúgy, hogy mit keres ott? Ez egy kicsikét olyan, mintha mondjuk most éhes lennél, és nem kerülne egyik sem mondjuk pénzbe, de választhatnál, hogy most 5 perc múlva kapsz egy pizzát, vagy mondjuk fél órát kell főzni, és megcsinálsz azt, amit szeretnél. Nyilván a többség úgyis a pizzát választaná, kivéve akkor, hogyha mondjuk nem pizzát evett az elmúlt egy héten, és már nagyon utálja. Vagy nem szereti a pizzát. Mert hogy ilyen is van! Amikor elmész egyetemre vagy továbbképzésre, és összeköltözöl két másik csávóval per csajjal, aztán lusták vagytok mosogatni, igaz itt fémkanál van, azt kicserélném műanyag kanálra, inkább beleöntöd a műzli zacskóba a tejet, mint hogy külön tálat tegyél. Hát mert el kell mosogatni. Jó, mondjuk amikor én Kolozsváron voltam, akkor ott is szinte ehettünk volna a műanyag cuccokból, mert annyit kellett mosogatni, hogy már... Aztán az első egy héten a társam az szinte sose volt otthon, de ugyanúgy evett, csak utána nem mosogatta el. Úgyhogy eljátszottunk egyszer egy olyat, hogy gyakorlatilag én azt mondtam, hogy oké, innentől nem mosogatok. Na és hát kitaláltjátok, annak az lett a vége, hogy 3 hét után nem volt egy tányérunk, egy villánk és egy kanalunk se. Vagy hát de egy, mert én mindig elmostam magamnak azt a kanalat, meg azt a tányért, amivel én
ettem. Úgyhogy miután rájött a csávó, hogy nincs amiből egyen, elkezdett mosogatni. Megtanítottam. Ezt még nem teljesen értem, mert ennek van egy 2019-es változata. A telefonon kikapcsolod az elfordítást, és amikor mondjuk lefekszel aludni, akkor így nézed. Na ezt viszont biztos mindenki csinálja közületek. Ezt nem hiszem, hogy ez igazi. Lusta az apuka a kisgyerekét a hintán ugye meghajtani vagy meglökni, ezért inkább rákötötte zsinort és messziről húzogatja. Mármint a hintát. És közben ott van egy, nem tudom, boroskóla, vagy fogalmam sincs mi a szüretlen sör. De a gyerek az legalább boldog, legalábbis amennyire látszik. Na ez már viszont 2050, ilyen eszembe se jutott volna. Tehát valószínűleg kiejtették az ablakon a ruhát. Hogy? Hogy ejtesz ki a ruhát az ablakon? Na mindegy. Régebben anyuma ejtett ki mindig mondjuk egy kanalat vagy egy villát, amikor ugye kirázta az abroszt az ablakon. Na igen, amikor lusta vagy két emeletet lemenni, akkor inkább kidugod a porszívót és felszívod, majd utána visszahúzod. Ki ne szakadjon a kábel a porszívóba, mert akkor mehetsz azután is. Tényleg, akkor mit csinálsz? Jaj, persze, én hülye. Hát vesz egy másik porszívót, aztán azzal fejlődj a porszívóba szívott ruhát. Ez túl bonyolult, mi? És ha már beszéltem a videó elején a karácsonyról, hogy hozhatta nekem egy széket, amikor kirepülnek a gyerekek és lusta vagy már karácsonyi fát venni, mert minek? Ezért veszel egy illatosító fát. És érted, ott lóg a szerencsétlen kis fa az ajándékok felett, olyan cuki égyen meg. Ez mondjuk valamennyire igaz, tehát amikor mondjuk van egy család és van egy kisgyerek, akkor általában megpróbálnak a lehető legnagyobb, legmenőbb fát venni, hogy a gyerek örüljön, de amikor az a gyerek felnő és elköltözik, akkor általában ilyen ekkora fa is bőven elég, mert értitek, a szülőket nem érdekli. Csak legyen, mert hogy ünnep. A szülinapi torta, amit nem is csináltak, hanem megvették a boltba dobozosan, és inkább hozzaragasztottak egy gyertyát. Miért? De tényleg? Ezt miért? Hát nem tudom, kinek lehetett a szülinapja, de remélem, hogy azért boldog volt. De skatok, szerintem ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor lebeszlek a... Nem, hogy nem akkor esztek le, hogyha tetszett, ma amúgy is. Ne felejtsetek el egy jó nagy lájkot nyomni azért, hogy lássam, hogy akartok esetleg következő részt, vagy bármi hasonlót, illetve ha még nem vagy pandatag, akkor iratkozz fel, és így nem marasztál a következő videókról sem. Ha pedig már feliratkoztál, akkor esetleg, ha van Instát, kövess be. Vicces sztorikat szoktam kirakni, képeket, meg mindenfélét. Úgyhogy én mindig Csongi voltam. Én nagyon szép reggelt, délután, estét, hajnal szeretnék kívánni, attól függ, mikor nézed, és jöhet a outro, úgyhogy halljó!